Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Most egy nagyon rövid videóban megmutatjuk azt, hogy hogyan lehet befőttet eltenni. Amint látjátok, ma befőzünk meggyet meg cseresznyét. A múltkori videóban látott cseresznyemagozó, illetve megymagozó, az a megynél egész jól bevált, úgyhogy úgy belendültünk, hogy most már kimagoztuk a holnapi napot is. Hát ezt így körülbelül 5 óra alatt hoztuk össze, és most kezdjük el akkor befőzni. A recept a következő. Mindegyik befőttes üvegbe kell rakni 4 kanál kristálycukrot, felönteni 3/4 hideg vízzel, egy késhegynyi szalicilt mindegyik üvegnek a tetejére rá kell rakni, rácsavarni a fedőt, és utána pedig elkezdeni lassú tüzön főzni, úgy, hogy az edénynek, mutatom, körülbelül ideig a 3/4-ig kell felönteni majd vízzel. Na, így néznek ki a hófötte svájci hegycsúcsok. És akkor ezeket kell most felönteni vízzel. Bele kell rakni mindegyiknek a tetejébe egy késhegynyi szalicilt. Egyébként szalicilt most már elég kevés helyen lehet kapni, hogyha nem találtok boltban, akkor próbáljátok meg gazdasági áruházakban. Mi is egy mezőgazdasági boltban sikerült vennünk. Felöntöttük 3/4-ig a befőzőlábost, és most kislángon odarakjuk úgy főni, hogy egyet-kettőt budjanjon, hogyha ez megvan, akkor elzárhatjuk, és igazából hagyhatjuk ebbe a nagy lábosba kihűlni holnap reggelig.